Galambos Istvánt, a Jobbik Várpalotai szervezetének újon megválasztott elnökét indítja a polgármesteri székért a párt helyi szervezete, jelentette be kedden Kepli Lajos országgyűlési képviselő. A politikus hangsúlyozta, országos és helyi cél is, hogy bebizonyítsák, a Jobbik a második legnagyobb párt a jelenleg kormányzó Fidesz mögött. A sajtótájékoztatón az őszi választásokon induló képviselőjelölteket is bemutatták. Az őszi önkormányzati választásokon induló képviselő, illetve polgármester jelöltjét mutatta be kedd délelőtt a Jobbik Várpalotai alapszervezete. A sajtótájékoztatón Kepli Lajos a párt országgyűlési képviselője elmondta, sok munka vezetett el odáig, hogy Várpalotán is olyan csapattal vágjanak neki az októberi önkormányzati választásoknak, mely a remények szerint nagyban hozzájárul majd a város fejlődéséhez és pozitív jövőjéhez. Azt gondolom, hogy egy olyan csapatot sikerült összeállítani, mely eséllyel vághat neki Várpalota minden egyes körzetében, illetve összességében is az önkormányzati választásoknak. Az elvek természetesen, mint ahogy a Jobbiknál általában a demokratikus alapelveken nyugszanak, tehát a helyi szervezet jelölte ki tagjai közül azokat, illetve választotta meg, akiket az egyes körzetekben szeretett volna elindítani, illetve a polgármester jelölt személyéről is ők maguk döntöttek, és a kompenzációs listáról is, tehát teljes egészében a helyi szervezetre volt bízva, az újjáalakult helyi szervezetre, hogy kiket méret meg ezen az önkormányzati választáson. Én azt gondolom, hogy ennél jobb névsort, listát nehéz lett volna, bár nyilván mindig lehet javulni, és mindig lehet jobbat, de én azt gondolom, hogy most elégedettek lehetünk azzal az eredménnyel, amely megszületett. A sajtótájékoztatón Kepli Lajos elmondta, a párt a helyi szervezet elnökét, Galambos Istvánt nevezte meg polgármesterjelöltnek. Hozzátette, személyében egy olyan embert ismerhettek meg, aki felkészültségével és a várpalotai közéletben végzett tevékenységeivel már eddig is bizonyította a város iránti elkötelezettségét. A Jobbik polgármester jelöltje hangsúlyozta, a párt mind a 8 választókörzetben sikeresen tudott jelölteket állítani, munkahelyi elfoglaltságok miatt azonban csak 4-en tudtak a sajtótájékoztatón részt venni. Szeretnénk tényleg a lehető legjobb tudásunk szerint a lehető legjobb eredményt elérni. Nyilvánvalóan egy nagyon jó csapattal tudunk most kifutni a pályára, és az egyértelmű cél az a győzelem. Ugyanakkor a minimális elvárásunk pedig az, hogy jóval erősebben tudjunk részt venni a képviselőtestület munkájában, és azt a programot, amit hamarosan a várpalotai nyilvánosság elé fogunk tárni, azt a lehető legjobb tudásunk és a legnagyobb erővel tudjuk majd képviselni a testületben. Na most ami a jelöltjeinket illeti, egytől egyig elismert emberek itt a városban, és mind-mind bizonyították már nemzeti elkötelezettségüket, illetve lokálpatriotizmusukat, azzal a tevékenységgel, amit akár a civil életben, akár a hétköznapi életükben eddig folytattak. Nagyon örülök, hogy egy ilyen csapat élén vághatok neki a választásnak polgármesterjelöltként, és ahogy már mondtam, a cél természetesen a győzelem. Ami a programot illeti, ezt hamarosan nyilvánosságra fogjuk tárni. Minden olyan rejtett, illetve felszínen lévő problémára igyekszünk választ adni, ami jelenleg a várpalotai foglalkoztatja, mind városi, mind pedig körzeti szinten ez a program el fog készülni. A fő gerincét azonban a helyi gazdaságélénkítés, helyben történő munkahelyteremtés, illetve az egészségügyi ellátás színvonalának a javítása fogja kitenni. Az egyes számú választókörzetben Gábris Zoltánt, a kettesben Galambos Istvánt, a hármasban Kis Györgyöt, a négyesben Magyarósi Attilát, az ötösben Szényi Erzsébetet, a hatosban Lukács Pétert, a hetesben Kálmán Lászlót, a nyolcasban pedig Bite Zoltánt indítja a párt. A kompenzációs lista első helyén a polgármester jelölt, a második és harmadik pozícióban pedig Lukács Péter, illetve Bite Zoltán található. A sajtótájékoztatón Kepli Lajos leszögezte, a Jobbik országosan megfogalmazott célja, hogy a mostani önkormányzati választásokon egyértelmű bizonyítást nyerjen, hogy a Jobbik a második legerősebb párt Magyarországon a kormányzó Fidesz mögött.